Dibusz Dénes a PMFC, Matthias Kapus a tagja Róth Antal 21-es válogatottjának, Horváth Zsolt pedig a Egervári Sándor által összeállított liga válogatottnak a tagja. Dibusz Dénestől kérdezem, hogy élesben először csaptak majd össze a Horváth Zsolttal? Akkor volt egy-két meccsünk egymással, amikor én ugye Barcson voltam kölcsönben, és a Zsolti pedig itt a PMFC-nél. De ilyen válogatott szinten ugye ez egy elég érdekes mérkőzés lesz, hiszen ugye szerencsére bekerült a liga válogatott keretébe, én pedig Róth Antaltól kaptam meg hívót az 21-es keretbe, úgyhogy hát most Zsolti megmutathatja, hogy mit tud, illetve én is neki, hiszen itt szoktuk azért zrikálni egymást az öltözőbe, hogyha ellenem játszanak, akkor ő biztos tudna gólt lőni, hiszen ismeri a gyengémet, úgyhogy most meglátjuk, hogy sikerülni fog ez neki. Teljesen mindegy nekem, hogy a Zsolti lesz az ellenfél csatársorában, vagy a Nikolic, tehát ilyen szinten engem és az 21-es csapatot is az a cél vezérel, hogy nyerjünk, és lehetőleg kapott gól nélkül. Szombaton Paks elleni mérkőzés, idegenben egy 4-4-es parádés találkozót játszott vele a Pécsi Gárda. Mire számíthatunk most szombaton egy 4-3-as ugyanilyen parádés hazai győzelemre? Az én szempontomból annyira nem lenne jó, de most már akár azzal is kiegyeznénk. A lényeg az, hogy tényleg bármi áron, de nyernünk kell. Ennek a jegyében is készültünk egész héten, hogy akármi történik nekünk itt, hatodik, ha szakad, csak a győzelem elfogadható, és úgy gondolom, hogy készen is áll a csapat arra, hogy ezt véghez tudjuk vinni, tudjuk a Paks gyengéit, van egy eltervezett játékunk, és reméljük, hogy az ülni fog, és így sikerül majd a Paksot megverni. Picit személyes kérdés, érzed-e, hogy emelkedett az Ázsióda futballpiacon az NB1-es szezon alapján? Valószínűleg emelkednie kellett, hiszen azáltal, hogy az NB2-ből felkerültünk, ez már alapból egy minőségi változás, illetve hát ez ugye az ember értékében és elviekben meg kell, hogy mutatkozzon, de hát ez mindig attól függ, hogy ugye mennyit fizetnek érte, tehát ez azt határozza meg. Jelen pillanatban én nem tudom azt, hogy mennyit érhetek, illetve kinek mennyit érhetek. Ez majd, hogyha a helyzet úgy hozza, és lesz valami komolyabb érdeklődés, akkor fog eldőlni. Tehát magyarul még nincs tapogatózás, nincs érdeklődés más kluboktól irántad? Ezt nem tudom, mert a menedzsereim intézik ezeket az ügyeket, tehát ezekben ők a kompetensek, úgyhogy én erről nem tudok. Nekem most az a fontos, hogy itt van még 2 éves szerződésem, és addig is a PMFC sikerért dolgozok.